hónapot? A lakást jöttünk megnézni, felmehetnénk? Hát persze. Csak addig maradunk itt, amíg nem találunk egy másikat. Ingyen! Szex parancsnok vagyok. A legfőbb erogéntábornok, és van egy libidóbírói képesítésem is. Hát, hogy mi bajunk? Igen, mi bajunk? Jó, az a bajom, hogy itt vagyunk 30x évesen, és ez egész ilyen... Na milyen? Milyen? Ilyen lecsengésszerű! Mi van, berúgtál? Alászállunk egymás tudatalattiába. Aha, nem hiszem, hogy lenne bármi a tudatod alatt. Hát akkor nézzük meg, hipnotizáljuk egymást. Nem. Olyan nagyon nem vagy számomra férfias, hogy előbb tudnék felizgulni egy fekete pöcstől fehér alapon, mint bármelyik testrészettől. Au! Mi van? Nagy a körmöd. Nóra, fel akarlak melegíteni. Attól nem fogok felmelegedni, ha az elfogyott lábkörmöddel karistolod a combomat. Holnap reggel elköltözök. Még nem is költöztünk ide. Bárcsak kapnál valami szörnyű betegséget, hogy a fogaidat a pöcsödön keresztül gugyoznád ki. Hát persze, van olyan, hogy az ember furákat álmodik, főleg ha romokba hever a magánélete. Beszélj egy percig folyamatosan valamiről. Annyira, nincs kedved. Nem kedved nincs, képességed nincs hozzá. Nóra, beszélj már egy percig folyamatosan valamiről. A fülem, ha megszólalsz, kiszűri a hangodat és távolabbi zajokra fókuszál, ugyanis olyan kellemetlen orgánumod van, mint egy szarral töltött csikóhalnak. Ha olyan hülye vagy, mint egy gödör, amiben fénymásolt reklámanyagot tárolnak a világ végén. Az ember legszívesebben letakarna valamivel, hogy ne legyél szem előtt. Nem szabad, hogy neved legyen!